Talán kis óceán lakó, azt mondja nekem, én vagyok macsó. Tekerd meg neki, húzd meg, húzd meg. Na, ígyunk egy virítőt. Szigorúan üvegben. Megittuk már. Ezen a Facebookon semmi értelmes nincs. Komolyan mondom, hogy állandóan ezeket az állatkínzós videókat, meg képeket megosztogatják. Meg most ugye volt ez a hölgy, vagy ez a nem tudom milyen Bernadett, akit az ura megvert. Valami katona volt, vagy ki. Annak a képét is egyfolytában osztogatják. Értem, én sajnálom meg mindent, de minek kell mindig osztogatni? Tehát megtörtént sajnos. Nem szabadott volna ennek megtörténnie soha. No. Mindig van valami, amit én nem értek, hogy miért jó, hogy megosztogatnak ilyen állatkínzós videókat meg, mert hogy ez van. Meg itt a Manuel Schalze, ugye 2016-ban vagy mikor ugye volt az a történése, és most folyamatosan ezzel van a telefon, hogy a Manuel mit tett. Nem a múltját kell nézni, hanem azt, hogy most ő ott van a műsorban, és ő valamit szeretne ezzel elérni. Szeretné bizonyítani, hogy ő nem olyan, ami ennek sokan azt gondolják, hogy megismerték. Mert igazából nem is ismerik. Mert hát 19 éves az, tehát mindenki hibázik az életében, nem? Tehát nehogy azt mondja mindenki, hogy ma született bárány, nem? Tehát mindenkinek vannak hibái az életében, szerintem mindenki titkolja, hogy milyen volt régen. Nem? Ja. Jaj, de szép az idő. Pa, 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 pa. Milyen jó kis rövid hajam van. Még így jó. Sokkal jobb, mint hogyha nagy hajam lenne. Amúgy válig érő hajam lenne. Tehát olyan lenne, mint lány. Már nem tudom miért, de nem szeretnék olyan hosszú. Na nem már, most meg figyelj, ilyen van kiírva, hogy videó rögzítette, hogy ököllel ütlegeli a 89 éves nagypapát az ápoló. De ez van mi tenefs.hu. Tehát, hogy atya úristen, tehát ilyeneket miért? Tehát, atya úristen, milyen világ ez. Na jó, tehát, hogy sok minden van itt ezen a Facebookon, tehát. Nem mindegy, én nem értem. Meg nem is értettem soha ezeket a megosztós dolgokat. Meg ez a folytonos lájkoljál meg. Mondd el a véleményemről valami. Meg csak a lájkra mennek a legtöbben. Tehát az, hogy kirak valamit, és akkor úristen, most kirakja a képét, lefotózza magát bármilyen szemszögből, vagy szögből, vagy bármilyen pozitúrából, vagy pozitúrában, vagy akárhogy, és jaj, kaptam 10 lájkot, akkor ő már úgy megy végig, hogy azt hiszi, hogy ő neki magától nyílik ki a, vagy miatta nyílik ki a, mit tudom én, a Tesco sajtó, pedig aztán nem, mert miért? Na miért? Na miért? Na mozgás érzékelő van benne. Tehát meg a spárban, és akkor bemegy nagy firifitje, nagy mellénnyel, hogy hát figyelj, de kaptam 10 lájkot a fotómra, úgyhogy én már itt a Tesco-ban, meg a spárban én vagyok a Farhad Johnny. Ez milyen jó névnek, mi Farhad Johnny? Kanye West meglepetés koncertet adott egy houstoni börtönben. Atya úristen, nagyon örülhettek neki, hogy Kanye West egy börtönben rappelt. Főleg rabruhában. Az milyen, nem? Tehát a rabruhában rappel nekik. Ő is felöltözik, csak ugye ő más színben. Ő kékben, azok meg sárgában. Tehát a sárga a veszélyes, a kék meg a buzik. Nem úgy nem. Nincs bajom a melegekkel. Ilyen hülyeséget. Ez borzalmas kép. Ja, vannak érdekességek. Igen, testápoló, igen, felszívja a trutyit. Hiányzó, nekem nem. Ez egy nagyon érdekes dolog. Hát igen, a Facebook már csak ilyen, meg nagyon sokan arra mennek, hogy mindenképp minél több lájkja legyen, minél több követője legyen.
Hát meg vannak ilyen hülyék, akik tényleg csak arra mennek, hogy lájkolják őket. Na mindegy. Jaj, gyerekek, hát nem tudom, szerintem nekiállunk, csézünk egyet, mit csináljunk, nem? Nekiállok, megpróbálok botok ellen játszani. Valamikor jól megy, valamikor nem. Valamikor el vagyok. Na jó, van, szerintem én nem sokára megyek le a faházba, aztán csinálom a dolgomat. Lehet, hogy majd lesz ott is videó. Kicsit ott osztom az részt. El van szakadva a fölsőm. De ez ilyen itthoni történet, mert ez ilyen szakadt történet. Jó, hát a fülhallgatót hova te? Az a baj, hogy akárhova teszem ezt a fülhallgatót, a fránya kábel olyan hosszú, hogyha belerugok, egyből lerántom az egészet. Azt meg nem akarom, mert azért mégsem szeretném, hogyha itt össze zúzna törne minden. Mert itt azért elég drága cuccok vannak. Tehát ez a hifitaron is egy olcsó mulatság, majd ez a képernyő is egy olcsó mulatság. Hát most így összeszámítva azért ez egy szép összeg, nem? De az. Ezt a fülhallgatót meg, ami itt van, ezt a fülhallgatót meg nem használom. Vagyis hát igazából ezt reppelésre szoktam, ugye. De most már itt van a fülhallgatómnak a mikrofonja, lehet, hogy ki fogom majd próbálni, és csinálok egy zenét, majd meglátjuk, lehet, hogy lesz azzal a felvétel, mert lehet, hogy azért tisztábban szól, ezzel nem annyira. Meg az a baj, hogy minden külső zajt felvesz. Azelőtt sokkal könnyebb volt, mert ja, hát kellene egy normális ilyen stúdió, hát nem stúdió mikrofon, de olyan mikrofon, amivel mindenképp tudsz reppelni. Tehát egy, ja, hát meg oda azért kellene egy kisebb belefektetett pénz, hogy legyen. Hát majd idővel talán egyszer én is eljutok oda, hogy legyen nekem egy olyan mikrofonom, amivel egész jó stúdiós zenéket tudok csinálni. Aztán már csak igazából felveszed a demót, stúdióba elmész, felveszed normálisan, ott kimasztereli, megcsinálnak rajta minden bizbaszt, aztán ha már úgy alakult, akkor már ki tudod adni az enyédet. Ha ki akarod adni, és azt akarod, hogy tudják, hogy te ki vagy. És akkor videóklip forgatás, vigyebek. Jó, hát én most csak ilyen bohózkodásként kezdtem el ezt a történetet, de az a legjobb. Na, nem tudom lelőni, mert darálom, ezért van. MP5-tel, nem mindegy, eddig kiállunk, mikor hozzátok beszélek, kedves nézők. Jaj, nem mindegy, megittük a kólát, ígyunk egy kis narancsot. Olyan rossz, hogy mindig ezt így fel kell tolni, mert ez így megszokás, hogy így feltolok. Jó, ez a zöld felső. Illik hozzám. Kiemeli a nagy arcomat. De csak a nagy arcomat emeli ki. Na, most nézd meg, tiszta izé. Víz. Csak a lájkokat kérem. Köszönöm szépen. Csak a like. Így van? Na ugye. Én tudom. És akkor így. Közben figyeled, hogy mi van, és közben meg oda beszélek hozzátok. Azért ezt nem mindenki tudja, nem igazán? Ez az új cipő, amit ugye megvettem, van róla a videó fönt, a fekete cipőről. Hát tegnap el is szakadt az egyik fűző. Nem tudom, hogy a francban, pedig most vettem körülbelül 2 hete. Tehát több mint 2 hete van már, hogy megvásároltam a cipőt, és hihetetlen. Már most elrongyos, meg már el van szakadva. Jó, hát ez fekete cipő, ez ilyen ünneplősnek mondható. Ez nem egy olyan cipő, amivel sárban, hóban, fagyban, télben, hidegben, vízben kéne járkálni, hanem inkább ilyen elegánsabb, szórakozásra alkalmas cipőnek mondanám. Tehát egy ilyen neves helyekre, ilyen mint öltönyös emberekhez illik ez a cipő. Én meg nem nagyon szeretek öltönyben lenni. Az esküvőn, hát jó, de meghívott volt, meg volt a viva, persze, hogy felöltöztem szépen. Nagyon jól is néztem ki. Van a zöld felsőben, fekete nadrág, fekete cipő, zseniális. De nem áll, ha kiállok izéba, spetáktorba, akkor megkilépnek az emberek, mert ezt szívassál már, hallod? Tehát ez milyen már, hogy kiáll spetáktorba, csak azért, mert itt beszélni akarok hozzátok, ezekbe kilépnek, ja, mert be van állítva, hogy izé,
én utánam csatlakozzanak. Jobban jártam volna, úgy állítom be, hogy csak ő előbb csatlakozzanak. Na. És igazából ennyi. Meg én annyira nem tudom, én nem szeretek öltönyben lenni, bár lehet, hogy sokkal jobban, ha öltönyben lennék minden nap. De az milyen már? Tehát, hogy így folyamatosan csak öltöny, ne szívass már. Tehát, hogy nem tudom, nem tudom magam elképzelni, úgyhogy csak az öltönyben lennék. És akkor csak a videó kedvéért, nem? Nem, ahogy mindig. És az utcán is úgy mész. Nem, mint hogyha nagyon megnéznének, vagy valamilyen hétköznapi emberek, ugyanúgy nagyon sokan mászkálnak, hogy üzletemberek. Aztán ennyi. És miért dobtam be a két flash-t? Nem tudom. De jó, hogy nem találom el, érted? Itt lőni akarom, azt nem találom el. Na, hát ne szórakozz, majd nem találom el. Na, vajon sikerül? Nézzük, csak meg, nem. Nem találom el, hallod? Lövöm, azt nem találom el. Na mindegy, jó, nem is érdekel. Nem foglalkozok már vele. A Facebook az meg egy kalapszal. De mindegy. De tényleg a Gangsta Zoliéknak jön az új lemeze. Az mondjuk jó lesz. Meg a DSP-nek jön az új lemeze, meg a Kill a Kikitnek. A Kill a Kikit lemezre annyira nem vagyok kíváncsi, de bele fogok hallgatni majd, ha megjelenik. A sapkám meg a földön van. Most nézd meg, nem szégyeli ez magát. Érted? Sapka a földön. Ó, sapka a földön, ez nekem börtön, na-na-na-na-na. Na jól van. Ennyit tudok mondani a mai napról, aztán majd, ha úgy alakul, akkor Zoléval is fogunk jelentkezni videókkal, vagy ő jelentkezik videóval, nem tudom, majd megkérdezem, most ő nem ér rá, mert... Ez pont idei lett. Bocs. Elnézést kérek. Gyakorlatilag jár, iskolába jár, dolgozik, tanul, tudom én miket csinál, focizik. Rengeteget focizik, futballista, nagy sztár lesz. Reméljük, hogy ő lesz a világ legjobbja. Köszönöm szépen, a leírásban mindent megtalálsz, ha akarsz, akkor feliratkozol, ha akarsz, akkor meg mindenképp nem iratkozol, feliratkozol, leiratkozol, átiratkozol, mindent csinálsz. Na, találkozunk a következő videóban, ami nem sokára jön, azaz még lehet, hogy a mai nap folyamán már, vagy nem is lesz, nem tudom. Na, csak.